Kisalföld Podcast. Hírek, helyben, azonnal. Józsi Erik az én vendégem, nagyon szeretettel köszöntöm a Szomszéd Bár társtulajdonosát 2017-ben. Ez a kis oázis Győrben a Kisföldi utcában megalakult. Nem csak fiatalok, hanem igazából hasonló ilyen 49 éves emberek is oda látogathatnak. Nagyon jó a millió, Erik pedig nagyon sokat dolgozik, az egész csapata a vidéki, bárok közül, koktélbárok közül ugye a top 5-be bekerült, aztán van egy higidotiki, nem reppelek, majd ezt Erik elmondja, hogy mi is ez, Horváth Jonathan, aki egyébként Jonathan, és volt ugye a vendégem, ő a top 5 bártenderbe bekerült, most pedig egy újabb akcióval lepték meg a győrieket, ennek apropójából hívtalak meg, szervusz kedves Erik! Szervusz kedves Ákos, üdvözlöm a hallgatókat! A Radó nagyon szívesen. Radó sziget itt van nékünk győrieknek. Én úgy érzem, hogy pár fesztivál használja, egy csoda, egy kincs, azokkal a fákkal a hűs minden adott, pláne hogyha mondjuk majd nem mondom, hogy a közeljövőben, mert ugye ez komoly anyagi forrásokat igényel, mondjuk a csónakház is, ugye az a bizonyos partikus csónakház is, ha megalakul. Ti viszont oda állandó kitelepülésbe gondolkoztok. A kitelepülés szót egy másik média for platformon beszéltük is, hogy nem is a legjobb szó rá, hisz állandó jelleggel faház, leülés, halk, light zene, mi is ezt kedveserik, De jó, hogy két perc után azért átadom a szót. Nagyon szépen köszönöm. Radó Matini névre kereszteltük el. A röviden az ötlet az igazából onnan indult, hogy a radon révő rendezvényeken azért mi is egy ki is települtünk, vagy csak részt vettünk, és jól éreztük magunkat rajta, és ez az érzés, amit akkor tud az ember érezni, meg összességében, hogy ha a radon valami szolgáltatást is igénybe tud venni, meg el tud menni mosdóba, akkor az már összességében nagyobb időtöltést tud úgy mondani az embernek, és ez ötlet vezérelve jött ez a gondolat, hogy mi lenne akkor, hogyha oda mi gyakorlatilag fixen oda települnénk, és megnéznénk azt, hogy egyetlen működik-e ez a, ez a projekt. Most ezt hívhatjuk is egy ilyen pilot projektnek. Kicsit megcsúszott a, az indulásunk, a július közepével sikerült elindulni. Igazából onnan indult, hogy megkerestük a várost, hogy ők nyitottak lennének -e egy ilyen együttműködésre, és ők nyitottak voltak, és így három vendéglátó, a, a, a Lima, a Super és a Szomszéd pedig elindult ezen a vonalon, és így megpróbáljuk megnézni azt, hogy egyáltalán működik-e ez a dolog. Most mi oda rakadtunk WC-t, van szolgáltatás, van egy terasz, ahova le tudnak ülni a, a kedves arra látogatók, és gyakorlatilag ezt nézzük, hogy mi fog történni, és reméljük, hogy mindenkinek tetszik ez a projekt. Az időjárás egyáltalán nem kedves velük, tehát hogy azért elég, elég szépen esősek a, azok a napok. Szemétkedik, igen. De ez van. Tudtuk is az elején a projektnek, hogy lehet, hogy ezt idő, már csúnyán szóval, de meg fogjuk szívni, és minuszosan zárjuk. Ez benne volt, de meg akartuk nézni, hogy egyáltalán életképes-e ez a koncepció. Ez például nagyon kihangsúlyozhat, hogy azért minden higiéniai és egyéb háttér meglegyen. Minden egyes fesztiválra, aki éppen használja László Györkőc, illetve a többiek is, Szigztának is volt ott bulia, oda kell vinni mobil WC-ket, hisz ugye ott nem rendelkezik. Nem tartanád ezt egy jó gondolatnak későbbiekben jobban, aktívabban használni ezt a csodát? Gondolok itt a miről beszélünk, milyen radószigetről, Radósziket. hogy ott mondjuk ez egy állandó legyen kiépítve az infrastruktúrás háttér, az áram, ne a Jerevánból, ami most már ugye nem Jereván. Aranyszarvas. az is éppen nagyon komoly bulit szerveznek, vagy nem olyan régen, hogy, hogy ez úgy adott legyen. Mert tényleg nálatok, vagy hozzátok, mi másik kettőzés, hogy az igényesség jellemző. Tehát azért ott is, ez nem azt jelenti, hogy Louis jön minden hölgy, meg egyebek, de úgy na, tehát ha az embernek mondjuk vizelhetnék -e, támad, akkor ne kelljen el az aranyszarvasba, nem? Mi is ezért szeretük volna, hogy ott legyen mindenképpen WC. Hát ezek mobil wc tehát hogy most ilyen szempontból azért Jó. az biztos, hogy nem, 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 legszexibb mosdó, de attól függetlenül legalább van és használható, és azért hál' Istennek az hetente cserélve van és tisztítva van, tehát hogy azért azt mondom, hogy így, ez így jól működik, révén nem csak három napot is vagyunk nyitva. Um, de mit is akartam mondani? Igen, azt szerettem volna mondani, hogy teljesen egyetértek, és tök jó lenne, hogy ott lenne egy fix WC, ott lenne egy, ha majd a Spartacus csónakház elkészül, nem tudom, hogy hogy fog elkészülni, de nagyon remélem, hogy ott a mosdó az legalábbis egy közösségi mosdó lesz. Jó lenne, hogyha elkészülne egy olyan csatorna, egy olyan fix víz, egy olyan fix villany, aminél sokkal könnyebben lehet akár szimplán csak becsatlakozni a sziget bármilyen pontjára, és nem kéne mindig építeni, meg bontani, meg építeni, meg bontani, hanem euh, így lehetne egy ilyet csinálni. Tehát, én nagyon támogatnám. Még akár a, a, félig fix villany is tök jó dolog lenne, hogy kiépítjük öt évre vagy tíz évre, addig megépül mondjuk a csónakház, de addig a tíz évig no. kiszolgálja az az infrastruktúra, az ott lévő összes rendezvényt, összes kitelepülést, fixet, ezt, azt, azt szerintem költségbarát, költséghatékonyabb is lenne, meg sokkal gyorsabban tudna ott egy rendezvény létrejönni. Spartakusz esetében is ja. az információm szerint, amíg lehet, hogy tévesek, ugye közösségi térben gondolkodnak, tehát oda biztos, hogy kell, én szerintem mondjuk toalett, vagy árnyékszék, vagy ilyesmi nem. Később csak, ugye ezt még nem nagyon látjuk. Szuper lenne. Erik, milyen szortimentel készültök, megint nem szeretném elmondani, hogy azért nálatok csodálatos ital koktél különlegességek, kávé különlegességek vannak, de ugye a másik két cég segítségével ugye sör ö, különlegességeket is igyátunk, tehát nem csak a borsodi Sopronél, hanem azért, hogy sokkal több van. Valamint, ha nem is street food, egy másik platformon elmondtad, de kaja is van. Ez, Így úgy, van, ez úgy nagyon szexinek tűnik, már indulnék is, de most még veled beszélgetek, hála Istennek. Igen, meg ma, nem, ma nincs itt valévén, most hétköznap vagyunk. Ö Igazából a maga a a szortiment, mind a három ö, vendéglátónál egy szűkítettebb szortiment révén egy faházba azért nem fér el senkinek sem az a vendéglátó egysége, ami amúgy valahol szerepel Győrben. Ö, a Lima értelemszerűen a, az ászlós hajó koncepcióval, amit kézműves sörök és különleges sörkülögességekkel vannak kint, és egy nagyon-nagyon jó portfólióval érkeztek. A, a, szuper váltva az ő eredeti koncepciójukat egy nagyon hangulatos, nagyon kellemes ilyen új hullámos, hogy nem street food, de amúgy street food jellegű ö, ételekkel készültek, direkt ide a radórat, tehát egy nagyon-nagyon jó ételeket hoztak le, ami ide is illik, és inkább ebbe a délutáni bestibb csillezéses hangulathoz varázsolódik, mi pedig a szomszéddal csökkentve a koktél, kávé, bor, alkoholmentes italok kínálatunkat vettük egy kicsit lejjebb, és próbáltuk azokat a tételeket kivinni, amik a legnépszerűbbek, és a legjobban a legtöbb embernek a kedvére tesznek szert úgy tartják, ugye, hogy a belvárosban lakni kiváltság, tehát az ember egy kicsit többet tűrjön, hogyha fesztiválok vannak, mert nyilván a Barok Belváros Széncsényi Tér, Dunakaput, Radó Radósziget is ide mondhatok. Nyitva tartás ügyileg, hogy vagytok? Októberig tervezitek, adja Isten, hogy jól sikerül. Adja Isten, hogy ez jól sikerül. Én csak arra gondolok, hogy tudod, ilyen zene, tíz óra után, mert ha valaki mondjuk komoly trendzenét egy nyom mondjuk a Sixta ott hajnalig, de mivel ti mindig nyitva vagytok, minden egyes hétvégén, feltételezem, hogy nem hajnal háromig, de egyébként nem muszáj erre válaszolni, mert ez is majd eldől. Nem egy rövidebb, szűkítettebb, vagy hát a nyitvatartás az igazából éjfélig tartana, vasárnap pedig ez a 7 és 9 óra között. Most ezt azért is mondom így, mert három vendéglátóvaként, és mondjuk például egy vasárnapi napon, amikor valószínűleg nem egy óriási forgalom lesz, elég csak két uh, bódénak idézőjelbe feltétlenül. Tehát, hogy nem feltétlenül kell lefednünk mind a hármunknak teljesen az egész nyitvatartását a szigetnek. Nekünk is az volt a közös megbeszélés és a cél, hogy mindenképpen legyen ott szolgáltatás, mindenképpen, ha valaki oda látogat, akkor tudjon fogyasztani és ott tudja érezni magát. De mondjuk lehet, hogy a, az étellel mondjuk lehet, hogy előbb bezár éppen a szuper egy, egy órával vagy kettővel, mert indokolatlan mondjuk, mit tudom, egy kilencig ott lehet, hogy csak hétig lesz ott. De révén, hogy uh, ezt a várossal is így tudtuk lekommunikálni, és nagyon nyitottak voltak arra, hogy révén ez egy pilot projekt, mi is tanulunk, mindenki tanul abban, hogy egyetem mi működik és mi nem működik a nyitvatartás tekintetében. energia meg össze kell rakni nyilván, mert le, le, le lehet, hogy sokkal jobban megy a, a, a kaja, a street food étel, mint mondjuk én azt szeretném. Hát ez a... mind-mind látni kell, meg kell nézni, és azért is mondom, hogy ez egy tesztprojekt, tehát hogy majd. Október végén igazából ki fog derülni az, hogy gyakorlatilag mik a konzekvenciái ennek a, az elmúlt két és fél hónapnak, és majd meglátjuk, hogy jövőre ennek mi lesz az értelme. Közben még amik esetleg így a hét közben lévő programok vannak, például mozi esetleg lehetséges, hogy lesz egy, azokra értelemszerűen révén, hogy ott van egy fix három vendéglátó, valamelyikünk biztos, hogy ki fog menni és ki fog nyitni, pont azért is, hogy ezáltal akkor már legyen egy szolgáltatás az ott lévő embereknek, és az jól tudjon működni. Mindenki menjen el, kérem szépen, olyan atmoszférája van annak a szigetnek, pláne így ezekkel a kereskedelmi egységekkel, hogy, hogy non plusz ultra, kérem szépen. Elég egy kicsit menjünk arra a dologra, hogy vége van a covid -nak. adja Isten, hogy soha többet ne jöjjön vissza, senki nem szeretné. Nagyon sokan elvesztették azokat az embereket, akiket ugye sose szabadott volna, belebetegedtek, emocionális, egzisztenciális deficit képződött de azért egy sokat tapasztalt ö, vállalkozó vagy fiatalkorod ellenére négy évig Bécsben is tevékenykedtél, visszajön már az élet, újra van kereslet, a különböző akár fesztiválok, akár mondjuk hozzátok is eljönnek, te egy fix csapatot építesz ki, ezt máshol elmondtad, hogy állunk ezzel, meg egy kicsit az inflációt is vedd be, de ilyen szigorúan ilyen Adam Smith, a láthatatlan kéz, önérdek, érvényesítésére való hajlam, Herkli nem ül többet. <laughs> Jó, a Covid kapcsán azt tudnám mondani, röviden a kérdésedre válasz az igen. Uh, szerintem visszaállt legalábbis vendéglátás terén visszaállt. Uh most a városi vendéglátás terén most elsősorban magunkra, de amit így látok a környezetünkből, nem csak magunkra tudnak szerintem ezt így kijelenteni, hanem a Covid már biztosan nem befolyásolja a vendéglátó egységek forgalmát. Én ezt nem, nem, nem gondolnám, nem, nem érteném. De a maszkba nem, nem kéri rögtön a fertőtlenítőt. Ezt szerintem nagyon hamar elhagytuk. Tehát ilyen szempontból azért a magyar társadalom, legalábbis én úgy gondolom, hogy megvan a három másodperces szabály, meg a hét másodperces szabály, meg a bárhány. Tehát, hogy oké, okay, hogy van egy rétege az országnak, akik jobban félnek, jobban, od, jobban Aggódtak, amit teljesen megértek, de de azért szerintem ebből a, a mi társadalmunkban azért, hogyha van egy olyan, hogy jó ez volt, de most már ki lehet menni, akkor kimegyünk, az lesz, ami lesz, nem érdekes. Igen, és ilyen látom. szempontból ki is ment mindenki, és aztán itt is vagyunk. Tehát hál' Istennek nem történt újabb e ilyen hullám vagy újabb tragédia kapcsán. Tehát szerencsére a COVID az már elmúlt, legalábbis ami a mi életünket érinti mindenképpen. Energiaválság erről beszél mindenki, illetve ez a bizonyos infláció. Én úgy vagyok ezzel, hogy amikor egy politikai csatározásokat hallgat az ember, például nem volt elünk, és ne érts mert nagyon sokat biztos így is megviselt, de ott ugye mindenki, akár a gazdag, a közép, a szegényebb réteg is hogy elkezdte kalkulni, hogy beleférünk e abba a limitbe, emlékszel? Nem volt azért komoly telünk, Erik, ezt meg. Magyarokról beszélünk, nem Szibériáról. Az infláció, a rettenetes ára, áremelkedés, ami nyilván téged is máshol mondhat, hogy főleg a zöldség, gyümölcs, egy, egyébek. Tejtermek. Tejtermék, Tejtermek. Az módon visszamehet ez, stagnálni fog, és majd a fizetések olyan nagyok lesznek, hogy ne anyázzunk, hogy annyiba kerül esetetekbe, bocsánat, egy koktél, uh -huh. de a Strandon 2000 forint marad-e a sajti tejfi, vagy visszamegy 1004 re Szerintem nem. Nehéz. Igyekszem jól válaszolni a kérdéseidre. Sok hát... időd van, hál' Sok... <laughs> Tehát az energiaválság kapcsán azt tudnám mondani, hogy szerintem az okozott elsősorban nehézséget, most én nem gondolnám, hogy csak vendéglátóegységeknek, szerintem sok más ágazatnak is nagy nehézséget okozott ez a, ez, a, a, ez a, válság, de ugye itt a lakossági fogyasztói árak és az üzleti árak azok ugye nem ugyanazok. Tehát az üzlet, a szabadpiaci árakon mozognak, tehát hogyha felugrott az áramára már bármennyire, mondjuk 400 kWh, akkor az annyi volt. Amíg ugye a lakosságot védte valamilyen szinten az állam és az a, Biztos például folytasd. Oké, okay. <laughs> tehát hogy ezt a cégek úgymond nem tudták kievezni, vagy nem tudtak ezzel élni. meg nagyon sok cég ugye úgy, van egy áramszolgáltató, vagy le van szerződve mondjuk háromszor egy éves szerződésre, ahol megvan, hogy hogy fognak alakulni az árak. Akiknek mondjuk erre az időszakra volt szerződése, azok boldogabbak lehettek, ha csak nem mondta fel egy oldalulag az áramszolgáltató, mert azért ilyesmiről is hallottam. De, de ott gyakorlatilag az könnyebben átvészelte. De ha valaki meg ugye mondjuk nem volt ilyen szerződése, és éppen az aktuális piaci árakat kellett fizetnie, az rettenetesen tönkre tudott tenni akár egy kisebb méretű vállalkozás szinte azonnal. Tehát nagyon nagy áramfogyasztás van egy vendéglátásnál, én minden, ami meleget csinál, az nagyon sokat teszik, és ahhoz, hogy ételt kell készíteni, ahhoz azért jó sok meleget, melegre van szükség meg hát összességében nagyon sok áramot fogyasztunk, ahol még gáz is fogyott, bár szerintem az inkább ipari üzemeknél volt nagyobb probléma, ahol a, a, gáz miatt növekedett meg a gyártási költség, az vendéglátásban maximum csak az ételkészítésnél lehetett esetleg probléma, de hogy ez egy fájó pont volt, ez indított egy inflációt, és akkor gyakorlatilag belecsöppentünk most abba az inflációs válságba, amit nagyon sok tényező okozott, ennek szerintem vannak hazai okai is, meg külföldi okai is, a maga az ilyen szintű a Águlása, az révén azért is van, szerintem, mert nem vagyunk annyira hatékony termelők országos szinten. Tehát, hogy én szerintem Ausztria tök jól csinálja azt, hogy ő eszméletlen protekcionista módon az osztrák farmerek, osztrák termelők, azok előbb adják el az ő. Mi még inkább importra szorulunk sok termékből, gondolom én. Meg nagyon sok esetben a jó minőségű magyar termék az export kifelé, Aha. mert olyan jó minőségű a termék, itthon nem lenne rá piac, vagy annyira drága lenne, kint meg el lehet adni. És ez sajnálatos, hogy ezt én ilyen szempontból itt szerintem egy nagyon jó dolog lenne a protekcionizmus, hogy, hogy rá lenne kényszerítve. Ez egyfajta védegylet, kicsit visszamegyek kokosútig, nyilván nem, hogy vedd a magyar terméket, mert ez már ugye a felhasználónak lenne, hogy inkább a magyar terméket vedd. Ha benn marad, jogos, mert ha kimegy exportként Olaszországba külön, akkor nem marad itt, tehát akkor csak a szlovákot tudja megvenni, meg a másikat. Igen, csak én szerintem sok esetben a, 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 az ágazataink egy részben, tehát hogy hatékonyság tekintetében, tehát hogy kutatás nem annyira vannak ágazataink, amik kimagaslóak, tök jók, vannak olyan magyar cégek, akik már külföldön mindenfelé építenek gyárakat, és, és mennek kifelé, ez tök szuper, de általánosságban én nem ezt látom, és sokkal hatékonyabbnak tartom mondjuk a, a ilyen szempontból, amit láttam példaként, az osztrák mezőgazdaság és az ottani feldolgozóipar hatékonyabban állítja elő a kézműves termékeket. Maga a gondolkodásmód is más, tök érdekes példa, én járok ki továbbra is Ausztriába áruért, azért, mert az osztrák metróban én betok menni az irodába, és azt tudom mondani, hogy én szeretnék egyedi árakat. És ott az üzletnek az adott vezetője azt tudja nekem mondani, hogy oké, okay, mert úgy jó. Na most ezt. Nyilván mennyiség függvényében. Ez egyértelmű, tehát Aha, ne, nem, nem a jó. kis. Tehát herkelibe megy, akkor mondják, hogy what? Nem, a was. Was, ja. <laughs> nem ugyanaz így van. Tehát, hogy nem egyértelműen, hogy a, olyan partnereknél, akik mennyiséget vásárolnak, meg ott hagynak náluk sok pénzt, akkor értem szerintem annak bocsánat, a annak ezt árakat. Itt adni. A metróban nem biztos, hogy meg tudná tenni, vagy Nagyon egyszerűen érdekes, nem is hogy méz. Az a vicc az egészben, hogy ugyanazt a terméket, ami a saját márkás terméke az üzletnek, azt a magyar cég nem tudja olcsóbban adni, mint az osztrák. Ugyanarról a termékről beszélünk, tehát hogy ugyanaz. Én nagyon szívesen válta, vásárolnám itthon, tehát egyrészt egyszerűbb lenne, könnyebb lenne a tárolás, nem kéne kimenni, pluszban még a magyar gazdaságot élénkítenék vele, nem az osztrákot, de, de nem, de nem. És például, csak egy másik példa, aztán el is kanyarodhatunk innen, hogy nem, a, ez jó téma. Ott, ott, több ilyen, tehát hogy most Bécsben két ilyen metró van, az egyikben, még amikor ott éltem, akkor sokat jártam a kisebbikbe vásárolni, és egyszer volt ott egy ilyen sajtkóstoltató. És akkor így mondta a sajtkóstoltató, hogy itt van ez az ő ilyen kézműves sajtja, és ez csak ebben a metróban kapható. Tehát, hogy a a Ausztriában decentralizáltan működnek ezek az üzletek, ha ott egy igazgató azt mondja, hogy na, itt bizony lesz ilyen sajt, akkor az mehet. Ezzel szemben a magyar úgy működik, hogy itt csak ez a termék van, és akkor az összes metróba kell árulni. És ez most egy példa volt erre az egy cégre, de attól függetlenül ez egy nagyon jellemző dolog, hogy itthon nagyon központosítottan gondolkozunk, kint meg sokkal jobban van decentralizálva, és ezáltal, ha mondjuk egy üzletnek van valami problémája, akkor az nem hat ki a többire. És ez egy szerintem egy sokkal jobb stratégia, és sokkal jobban védi a piacot, hiszen a kis sajttermelő, aki mondjuk lehet, hogy itt győrben lenne egy olyan sajtüzem, aki azt tudná mondani, hogy igen, én el tudok látni kettő üzletet, de többet nem. De akkor az a kettő miért tudna mondjuk árulni? szerződjön a helyi, levele, így igen. van azt a helyi sajtót. Rá lenne kényszerítve úgymond a sajtos is, hogy egyre jobban fejleszen. Tehát, hogy be lehetne indítani ezzel azt a fejlődést, amire szerintem nagyon szüksége van az ország feldolgozó és az iparának. Most ezt egy nagyon hülye szóval. Nagyon-nagyon jól beszélsz, illetve érdekeseket mondasz. Hogy mi itt a gát? -e itt, ha már itt what meg what, azt ugye az előbb, hogy egyszerűbb így, jó az a multi termék a magyarnak, mert tudom, hogy erre nem tudsz mit mondani, lehet, hogy Matolcsi úr se tud, vagy Varga Mihály, tehát, mert ez egyértelmű, a kis középvállalkozókat ezzel támogatod, őstermelőket mondjuk egy sajt készítő esetében, és tényleg ő az fix egzisztencia, hogy ebbe a két botba lehet, hogy nem is multi, hanem helyi, oda viszi akár a túróját, a sajtját, de ezer más termék van. Nekem erre most erre azt tudom mondani, amit előbb is mondtam, hogy itt szerintem, ha valahol érdemes lehetne belenyúlni az állami kéznek, bár szerintem a szabadpiac egy jó dolog, szerintem ebbe tök jól csinálja Ausztria, amit csinál, hogy vedd meg előbb a, az osztrákot, javarészt, jó, itt is van a különbség, de hogy vedd meg, mert most a magyar mezőgazdaság és feldolgozóipar, vagy hát a boltok arra lenne kényszerítve, hogy először meg kell vásárolnotok az összes Magyarországon megtermelt terméket, és utána hozhatok be külföldről. Akkor az történne, hogy fognák a nagy multik, és elkezdenék megkeresni azokat a feldolgozóipari cégeket, akik hatékonyak és olcsón tudják nekik odaadni a vajat, tejet, zöldséget, pedig a Persze, Egyértelmű for profitra működnek, és értem szerint ott aztán meg is van a lehetőség, hogy így csinálják. De ezáltal kényszeríthetnék azokat a magyar vállalkozókat, kis őket, hogy vagy fejlesztenek, vagy hagyják abba a tevékenységüket, mert nincs értelme, hogy a piacon vannak. Aha. Tehát, hogy ez ösztökélhetné hosszú távon, tehát hogy ez nem holnap fogna megtörténni, és ilyen szempontból stratégiákat kéne alkotnunk, hogy ez hosszú távon hogy tudna megváltozni, de akkor késztethetné azokat a vállalkozókat, hogy itt igenis kutatni, fejleszteni kell, itt igenis be kell ruházni gépekre, itt igenis meg kell módosítani kell az eddig működött üzleti modellt, pontosan azért, hogy, a versenyezni lehessen a magyar piacon belül, és ezáltal hatékonyabb legyen mindenki, és miért ne termelhetnénk, aztán majd exportra. Tehát lássuk el az országunkat, aztán lássuk el másokat is. Jó, ez most egyrészt nem vagyok egy ilyen irányú szakember, ez azért hozzátennék, hogy ez Én egy szubjektív tűnik. vélemény. Narratívád alapján, úgy, még most ez őszintén. Engem nagyon érdekel a gazdaságpolitika, meg minden, ami így ö, számok és e, e kapcsán. Ö, van, de, de nem akarok ilyen nagyon nagyra menő kijelentéseket tenni. Ez az én véleményem, hogy szerintem ez hosszú távon érdeke lenne az országnak, hogy, hogy amiben jók tudnánk lenni, abban lehetnénk jók. Kicsit visszatérve ugye a te bótodhoz, gondolok itt arra a szomszédbárra, higidetikire, egyebek, egyebek. Az a kis áremelkedés kicsi, nagy, relatív, ugye nem humorizálunk ezzel, mert Ugye azért nem mindegy, hogy valaki másik millió netot keres, vagy háromszázat. Neked egy adott köröd van. Én úgy érzem, ezek igényes vendégkör. vendégkör. Okay. Beszéltük egy másik média felületen, hogy hogy állunk ugye a győri fesztiválokkal, és mondtad, hogy tulajdonképpen nem mindegyiknél érzed meg, hogy itt most 40-50 ezer ember van itt három nap alatt egy, egy győrkőc esetében a Szent Lászlót lehet, hogy meg se érzed, bocsánat, mert ez a radón van. vagy a aranyparton. Aranyparton van így, ahogy mondod, bortörténet, egyebek, egyebek. A te klientúrád például jelezte, kultúráltam, mert olyan emberek, hogy hát bizony az a tételenkénti 500 forintos emelés, mondjuk csak mondtam egy számot, sok kivitelezhető a terem buráját, ez így működik. Mert úriemberek emberek vagytok, nagyon jó a kiszolgálás, meg ugye a termékeitek is az, de hát ez relatív, hogy mi olcsó, mi nem. Értem a kérdést. A... Volt egy-két visszajelzés kapcsán, hogy igen, valaki érezte, valaki egyáltalán nem. Most ilyen szemben a Google review vagy Google értékeléseket szoktam így nézni. Például volt egy-két, aki írta, hogy igen, most már ő drágának érzi, de nagyon jónak érzi mellette a szolgáltatást, és így Így, így ezt mondta. Most ha Itt valaki. Tudtatok lépni egyébként attól, hogy jó, nem top lesz lányok, meg, meg tehát nem ők szolgálnak föl, tehát nem ilyen hülyeség, ami herkelit érdekelni, <laughs> hogy valami olyan pluszba vagy szükségtelen volt, szelavi. Hát most a kérdésed pontosan az, hogy a szolgáltatás minősége mit akartunk javítani, mivel, vagy az árak? Hogy... Mivel áremelkedés ár ár volt, valamik is, nem tudom, még oda raktatok egy szalvétát, még oda kicsit ilyen hülye bagatel kérdés ez, de. Hát akkor erre úgy tudok válaszolni jól, hogy folyamatosan innoválunk, Tehát, hogy azt mondom, hogy folyamatosan alakítjuk át a vendégtereinket, újítjuk fel, kényelmesebbet csinálunk, jobbat csinálunk, másik poharat, másik ernyőt, Aha. másik pohár alátétet, Tehát, ilyen szempontból újabb gépet veszünk, nagyobb jéggépet veszünk, nagyobb ezt veszünk, másik ilyet csinálunk. Tehát, hogy nagyon sokat forgatunk vissza, és forgatunk is vissza igazából a fennállásunk óta. Részben én úgy gondolom, hogy a sikerünk egyik része az ebbe tevődik, hogy nagyon sokáig gyakorlatilag magunkat most így a tulajdonosi kört nézve eléggé így háttérbe szorítva csak az üzletet toltuk előre, és hogy annak legyen jó. De ennek valahol megjött a gyümölcse, mert hál' Istennek jól működünk, legalábbis az elmúlt időszak az egy jó időszak volt nekünk, de de mellette, amik történnek a világban, és értem ez is kihat ránk, tehát gazdaságilag, ami történnek, abban fel kell venni a versenyt. Most az áremelések tekintetében azt tudom mondani, hogy például, amikor most itt alapot kellett csinálni, most úgy voltunk vele, hogy azoknak az árai, tehát hogy me nézzük meg, hogy miknek mentek szét az árai, mert össze, tehát hogy ugye azt is meg kell értenie valakinek, hogyha egy vendéglátó egy kiír egy árat, és ha most kinyomtattatok egy itallapot, akkor mondjuk az kerül nekem 100 000 forintba, az, az itt kinyomtatás a grafikai anyag még pluszba valamennyi, 50-80 és akkor nem volt annyira drága, és akkor ez, ez így megvan, és akkor arról van szó, hogy, oké, okay, akkor most megváltozott a padlizsának az ára, mert valamiért. Na most, ha én, nekem úgy Sajlamos kell áraznom, megváltozni de, a padlizsának. Az zöldség az non-stop ugrál, a, a gyümölcs is, tehát a gyümölcsnek is van egy olyan periódusa, hogy hogy ilyen kegyetlenül, amikor a spanyol még nem, az, az argentin már nem, tehát ez, amikor így a dél-amerika és a dél-európa így váltja egymást, az egy óriási árugrást képez. Um, tehát ezeket úgymond bele kell kalkulálni abba, hogy majd ez is lesz. Tehát lehet, hogy most mit tudom én, tegnap még 400 forintért vettem a citromot, holnap meg 1002 lesz, vagy hát jövő héten, mert már az a citrom nincsen. És, uh, És nem az a krétás, radirozgatós árlap van, hogy hát akkor egy kicsit, akkor a az nem 35, hanem 50 forint. Ja. Igen, mert ennek van egy olyan része, hogy ez egyszerűnek tűnik, de egyrészt, meg megvan az itallapok, az is egy költség volt, hogy ez Itt. meglegyen. De most ettől is eltérhetünk, de ettől függetlenül mindenkinek van egy készletkezelőrendszer, egy receptúrája, egy egyéb uh, bármilyen. Tehát, hogy azt mondom, hogy én akkor megváltozik egy alapanyagára, akkor azt átírom a rendszerembe, átnézem újra, akkor most azért az egytételét csinálják egy új italapot, megéri -e az mondjuk az a plusz újra 160 ezer nettó költség nekem, vagy már nem éri meg, vagy mit csinálják De bocsánat, benyelni se tudod, csúnya azt lengel élve, hogy hát akkor most hagyod, mert lehet, hogy kettő hét múlva visszamegy, nem az ára, mondjuk az adott terméknek az italhoz. Erre van példa. Erre van példa. Aha. Tehát, hogyha nem tudsz annyi lapot váltani. Vagy De hát, csök csökkenti ha... az ára is, edet, be, nem? Tehát nagyon a... sokszor van az, hogy elindulunk egy kalkulációval, ott megvan, hogy most mit tudom én, x százalék haszonkulcsuk van, és eltett pár hónap, és már nem ugyanaz a helyzet. Most mi is ilyen három és hat hónapra próbálunk legalább lapot írni, hogy arra nagyjából tudjuk tartani azokat az árakat, de ott is benne van a pakliba, hogy hirtelen egyszer elszáll valamik az ára. Ami érdekes volt, hogy például a mostani áremelésünknél, ami most volt tavasszal, ott mondjuk a fekete kávék árát, azt nem emeltük meg, csak a fehérekét, mert a tejtermékek, meg az alternatív italok ára elszállt, mint az állat, de szerencsére kávénak az ára annyira nem szállt el, ezért azt tudtuk hagyni ott, ahol van. És hogyha mondjuk csak rövidebb távra is adjátok ki azt az étlapot, az is igényes, mert én azért időnként megfordulok nálatok, tehát hogy nem ez a, tudnék mondani egy-két helyet győrben, 30 éve ugyanaz, tehát külsbab, nem tudom, ott van, azok nyilván menüznek, meg nem is tudom, miért vannak nyitva. Erik képzeld, hogy egy olyan témába mennék bele, amire sajnos nincs időnk, hogy négy évet töltöttél -e, ugye Bécsbe, máshol el is mondhatod, hogy tulajdonképpen Győr után azért a második kedvenc városod, ugye talán mondhatom, hogy Bécs. Uh -huh, ez, Legalábbis az ez egyik, nem, hogy uh, jó, lehet, hogy uh, Pest. Uh, én... jó, Balatonakali utána harmadik kedvenc. Igen. Mennyibe volt ugye ott más négy évig tevékenykedni, mind itt, de én szerintem ezt körülbelül egy ugye Párizs is meg megért egy misét. Én szerintem két évet voltál, csak nem, nem négyet. Nem, nem, négy évet voltam, csak gondoltam röviden válaszolok Nagyon a kérdésedre, hogy, hogy Bécs, akkor, amikor én 14-től 17-ig voltam, így nagyjából ki. De előtt, azt azért tudjuk, Az jóval előtte volt, igen. igen, igen, igen. Egy jó időszak volt, én szerettem kidolgozni, sok munkahelyem megfordultam, nekem ott az volt a célom, hogy mindig olyan munkahelyen dolgozok, tudok fejlődni, vagy valamit tanulni. A végén egy. Üzletet vezettem, egy éttermet kellett csinálnunk, az egy nagyon jó projekt volt, nagyon sokat is tanultam belőle. Azóta hál' Istennek a tulajdonos tök sikeresen exitálni tudott, ő inkább ilyen üzletemberes vonal volt, és az ott, hogy akkor meg van csinálva valamilyen üzlet, és akkor utána ő eladja. És ez igaz, hogy már nem a... felhúztuk valamennyire, én közben hazajöttem a szomszéd és egyéb ö, dolgok miatt, és aztán közben ő rá egy évre sikeresen ez ki is szállt belőle. A biztosból, na, ö... nem mondom, hogy ott biztos, hogy jobban mennek, csak az ember el tudja Egyszerűbb gondolni. lett volna, tehát hogy ez most tudom a választ rá, egyszerűbb lett volna az életem, hogyha én ott kimaradok, de én haza akartam jönni, én tökre szerettem volna, hogyha itthon tudunk sikeresek lenni, és itthon lehet valamit létrehozni, én szeretek magyarul beszélni, független attól, hogy most már annyira nem jó német. De... Relatív relatív schlecht, ja, wir brauchen den anderen auch, ja. Borzasztó <gül> <gül> egy nyelv. Énekeni nem tudnak, én picit tudok németül, de rettenet az a nyelv. Szerintem nem. Jó van. Der des, dem didi der, der Mondjuk a ilyenek. Én a bécsi németet beszélem, és ez egy nagyon jó Az német. Deutsch, nem. nem. Az még egyszerűbb. Az egyszerű. Én szerintem nagyon könnyű, kedves kis, kis, nyelv. Én szerintem, ha kint tanulja meg az ember, vagy én kint tanultam meg, hogy az emberek emberektől beszélni, úgy tök más, mint hogy a, a magyar oktatásban részben valahogy azt tud megtanulni, hogy sokkal agresszívabbnak tűnik igazából. Az ember használja akkor egy tök kedves kis nyelv. Erik, folytassuk ezt a beszélgetést, szeretném, hogy interjú anyom má válnál, amikor látod a mobiltelefonodon, hogy Herkeli vagy hülye gyerek, nem, Ákó, tehát ahogy be vagyok írva, mert mindenképpen szeretnék még a közgazdasági fejtegetéseket is hallani tőled, illetve ez a Radó projekt tényleg őszintén kívánom, hogy jó sikerüljön, hiszen tudjuk, Győr több, mint egy város. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és remélem, hogy újra találkozunk. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.